Na, végre a jó oldal. Ó, és a kedvenc Ezt pont pályám. ezután kellett mondanod. LWT. Azok jók. Fogalmam sincs, Top 100-as, egy top 100-as. 22-es szintű. Szintén lengyelek. 51-es, 47-es szintű. Jó, szintén akkor Peblárdó meg Dani repülővel befelé Marked, léci menj a foglalni a Bére C-t. egyből. Ne, a Bére menjek. Ne, a biztos sem menjél. Vagy akkor Gara még vár tartalékba, Marked, te menjél mindenképpen. Akkor te indulj el a B felé, aztán max átmész a C-re. Jó, nem kell több repülő, még két tank, menjen be tőlünk. Megyek. Így is a B-re menjek, vagy ez igen, már így menjél a B-re. Igen, így menjél a B-re. A C-re menjen el valaki, aki lassabb. Ki a lassabb? Gara. A kávéval a Gara lesz az. Hát én a kávéval. Srácok, sok tankkal mentünk be. Jövök ők is. Hozott repülő. Jó, nem kell több repülő, oké. Okay. Jó, én hajrá. A bár szerintem az a baj, hogy ezt elbaszítjuk már most, mert rajtam nincs bomba. De kettő van, jó lesz az. Akkor megyek a Ki-43-ra, vagy te mész el? Megyek én, megyek én, megyek én azt bevállalom. A légvédelmük az R3 az sokat szór ki, viszont nagyon belőhető repülővel. Igen? Aha. Nagyon vékony páncél. Ha esetleg meglátjátok, akkor szóljatok azt, hogy felrepülő. Marked, te menjél a... Marked, te... Van egy mábén. Jó, ez van. Marked, te menjél... De légvédelem, azt elintézed, Marked. Peblárdót a repülőszpónjuk felé menjél, ezt ki akar vinni oldalra. Szép. Okay. Nagyon szép. De értem B-re. Foglalom. Szuper. Szóljátok, ha valami repülő rám zuhanna. Jó, okay, megvan az örvel. Nincs bent repülőjük. Ja, de egy. De az minden kibaszom. Hú, M42. Hát te előtte a parkon, nem hittem el. Nem fáj. Ez pedig az ki lehetett volna géppuskázni az M42. A Virbel nem tud mozogni. Azt még kiszedett ma azt a Ki-43-hoz, hogy mit szenvedtek? Srácok, megy be mögétek egy páncélvadász. Ez a kis buzi bejött mögém. Ki akar fordulni, de nem fog neki sikerülni. Menjek segíteni? Hát igen. Volt balra is jön egy. De már én hozom befelé egyébként. Talán, de azért az úgy biztosabb, hogyha itt vagy. Én nekem innen le kell lépnem, mert szarra alkiznak. Belő. Tankot hozzak, vagy repülőt? Jobbra fordíts. Tudja a tököm. Ez az latinó. Hú, belő. Ez az én barátom. Hát a bombázóval jöhet már. Abámát sem igen, Dani, Dani, bombázó, jó? Jó. Itt van egy kávé, egy. P47 visszajött, és még töltök. Panzer4-nek drivert lőttem meg, ágyúzárvázat. Peblárdó, úgy menjél, hogy szögbe, tehát, hogy mondjam, ne felé menjél, hanem irányba menjél, jó? Merőlegesbe kapjuk el. Hát próbálkozom, igen, úgy menni. Kérés lesz, hogy a hió iránk forduljon. Szerintem nem is lágy, hogy itt vagyunk. Ma fasz nem. Csávó olyan aranyesőt kap itt, hogy... Két vízben. BF-100. Nem tudom, komolyan megint. Ez tiéd volt, Latino. Még egy BF 110. Az kiemel. Egy redomba. Jó, én azt kiemelkedem. Egy bírbe megy a bére. Azt kiakad. Bazd meg mögötted el. A rohadék, és nem tudok átmenni ma oldalba, mert nagyon megpróbálok átmenni. A toxikus köcsög. Annak kiment két ember a tornyából már, de még lőjedek szerint. Ezek nem tudnak repülni amúgy. Nem, mint a még. Hát amúgy igen, kb. Csak azok ellen van esélyük, akik nem tudnak repülni. Jó van, csak megsebeztem. Kihúzza! Nézd meg, az összes fregemet ellopkodja. Megyek B-re. Töltök. Jó van, P47-re megyek Hedonba. Ha... Kinu a parkba. Csinulnak a csöve. Csinulnak a csöve oda. Most jönnek a repülők, Latino vissza repcsivel, jó? Jó. Bombát rakatok a repcsire, vagy inkább ágyút? Rakjál bombát is. Én kidobjak ki, van egy bombám. Ott a nehéz tank a sorra. Jó, geci, elkaptak. Jó, darját megtöglött. Nem baj, szép volt. Tudom. Nőnek kegyetlen. T-34 kritikus. Srácok, jönnek repülők, készüljetek fel rá. T-34 megvan, szép. A nehéz tank is megvan. Akkor megyek be B-re. Milyen jó lehet így tankozni, hogy egy repülő nem baszogat titeket. Hát igen.
Azért egy kicsit adjunk az élményből, a BF-et eltengedtük nektek. Dani, rajtad van, próbálom leszedni. Már lelőtt, tök mindegy. Ez olyan volt, mint amikor a kör vége előtt egy másodpercet benyújtott, hogy szerintem megnyerjük. Hát Dani már régen izé hangárba volt, mikor mondtad, hogy rajtad van. Hol vannak a tankek, bassza meg, mert csak azt a kettőt látom. Egy Panzer 4-jén. Garabácsi, picit föl kell függeszteni a bombázást, mert repcsik jönnek sok. Jó. Az árokban vannak pár pillanat. Nagyon szép. Nem hagylak itt csillagom. Én vagyok a csillagod, ugye? Hát... Ki átment? B-25-ben megy a stratoszférába, de nem fog neki sikerül. Húha, ez a közel volt. Ez igen, majdnem pacsitat. Szerintem a pilótám tuti befosod. Csak a pilótád? Én is. Anyád. Újra töltök, Gergő, nem tudok szupportolni. Jó. Belőttek engem csúnyán. Zám vagyok. Nekem nincs motorom. Bandi, meg fogsz halni. Megy rád egy BF. Jaj, bassza meg. Na jó, rámegyek a Virbelwindre. Én dobtam egy bombát rá. A Virbelwindre felébe dobtam és nem halt meg, gyerekek. Az igen. Nézd bátyját. Jó van. Ú, gici, rajtam van valaki. Baszki. Gyetsz, hogy ebben mennyit lőttem, komolyan már azért fog lezolni, mert az óló miatt nehéz. Fél szárnyal kergetem még. Istenem, ezek a tankok, bazd meg. Végre. Köszönöm. Thank you. Bocsánat. Ez valami kibaszott kamikáze volt, bazd meg, mert belemegy. Megy arra egy jaktpanzer. Nem. Azt az egy repülőt, amiben jött, ezt leszeditek még? Van benne repcső? Hát egy A35-tel vagyok. Jó, nem hozok be. Bombázót. Hát élvezkedjük én is aztán. Min? A légvédelmükön vagy, nem tudom. Itt megy át a hídon egy, nehéz. Kurva anyját, azt lepattam. Azt a magyar tudom neked is. A hídnál dobom a kávé egyet. Oké. Okay. Nem tudok ráfúrni, bement a ház mögé. Ez, én tényleg nem tudom, ez a jackpanz, ez egy kalapszarba az meg. Gergely, bajba vagy? Nem. Hamarabb is mondhatnád csillagom, mert mentem felét, hogy segítsek. Steve Gibson, a repcsikre rámész? Aha. A heavy tankot dobnám. Jó. Oldalról. Szóval komolyan egy tank nem maradt. Hát motorom már nincs, de leszettem. Ezek nem ismerték a fékszájnak a fogalmát egyébként. Annyira látszott, hogy nem tudtak fordulni a repcsikkel. Elég jók, amik állszak. Gyorsan nyomunk egy ledét, hát ha vissza. Ja, Sakurin jössz, itt vagy? Kimennék cigizni egyet. Sakurin itt vagy? Oké. Én hozzak már briteket amúgy. Jó, Sakurin itt vagy? Addig ezek elmennek, igyekezni kéne. Peblárdó össze van neked rakva? Össze, már be is rediztem. Nem hallunk Sakurin egyébként. Feljöttünk 41-nek. Jó, kit kell hívjak, Sakurint, ugye? Oké, okay, hívtalak. Mi az anyát, hogy zárolt legénységhely? A kurva anyádat az.
Persze, mert kiugrottam a mi a fenéből, kiugrottam az árkád légi csatából, aztán lezárta a faszba a legénységét.